Jól érzékem, hogy van egy kis csúszás, ugye? Igen. Jó, akkor sietek. Szóval, röviden a tényekről, 2015 szeptemberében nyertünk el egy multidisziplináris kutatási pályázatot, amit az ELTE hirdetett meg. Ennek kifejezetten az a célja, hogy tehetséggondozás son alapuljon, tehát hogy tehetségeket gondozzunk itt az ELTE-n, és sikerült is nekem több különböző karról 8 tehetséget összevekúválni egy kutatócsoportba, hogy velük egy médiaantropológiai kutatást eszközöljünk egy év alatt. Ez azt jelenti, hogy 2016. szeptemberében kell majd beszámolnunk a kutatásról, és azt tervezzük, hogy gyorsan előre is rohanjak, hogy ez a médiaantropológiai kutatás majd egy konferencián ölt testet. Mármint úgy értem, hogy akkor fogjuk megosztani a kutatásokat, és szeretnénk azt elérni, hogy az országból más műhelyekből is jöjjenek emberek, vagyis hogy ne csak a 8 hallgató, meg mondjuk én adjunk elő, hanem mások is. Úgyhogy ez most így a bejelentése, informális bejelentése ennek a konferenciának, amire majd esetleg benneteket is szeretettel várunk, vagy hát nem esetleg, hanem nagyon szeretettel várunk. A multidisziplinaritás már a szó is jelzi, hogy rendkívül bonyolult dologról van szó, mert kiejteni sem tudom, tehát itt arról lenne igazából, vagy az lenne az igazából lényeg, hogy a különböző tudományterületeket hallgató diákok, azok megosztják egymással a tapasztalataikat, és ezért mondtam, ugye, hogy a társadalomtudományi karról, ugyanúgy, mint hogy a bölcsészettudományi karról szerepel ebben a csapatban néhány ember. Vannak tehát társadalomtudományok alapszakos emberek, vannak antropológia mesterszakos, van egy antropológia mesterszakos hallgató, és vannak médiaszakos hallgatók. És ugye ki tudjátok találni, hogy mi a célja a dolognak, ugye, hogy a különböző tanulmányai során megszerzett tapasztalataikat a kutatás során megosztják egymással. Tehát ilyen módon a médiaszakos hallgató betekintést nyer abba, hogy mi az, hogy szociológia vagy antropológia, és viszont. A tehetséggondozást azt nem akarom túlmagyarázni. Tehát arról van szó, hogy azok az emberek, akik agilisek, kreatívak, aktívak, szeretnének valamit csinálni, azoknak teret adjunk. Nyilvánvalóan most itt ülők, már csak a kíváncsiságok révén is ebbe a körbe tartoznak. Lehet, hogy csak ennek a 8 hallgatónak annyi az előnye, hogy előbb szerzett információt erről, és ha ti is szereztetek volna, akkor ti is mondjuk már tagjai lehetnétek a csapatnak. Tehát itt megpróbáltam leírni röviden, hogy mi az, hogy médiaantropológia. Egy kicsit ilyen matekosra sikerült ez a dolog, nem teljesen így néz ki. Tehát, hogy médiakutatás és antropológia. Hogyan kell beoltani a médiakutatást az antropológiával? Mi lenne ennek a célja? Amennyire én tudom, vagy visszanézünk a múltba, ez nem nagyon régi dolog. Ugye az antropológiának nagyon sok ága van, vizuális antropológia, vallásantropológia, szociálantropológia, stb. És a 90-es években jött az a felismerés, hogy esetleg lehetne a médiahasználat szempontjából is antropológiai kutatásokat végezni. Ez nagyon erősen összefügg azzal a felismeréssel, hogy ugye, és ezt már sokan többször hallották tőlem, hogy mindaz idáig, amíg a médiát mondjuk hegemon intézményrendszerként működtette a többségi társadalom, addig a média nem diversifikálódott, nem nagyon osztódott, hanem mindenki úgy tekintett rá, és ugye ez a technológiai determinizmus korszaka, hogy valahonnan jön az üzenet, aztán a társadalom azt majd veszi, vagy nem veszi. Ennek a metaforája a média, mint tükör lehetne, tehát van a társadalom, és akkor ami lecsapódik a médiában, az ugye a társadalomnak a tükre. Na most ti nagyon jól tudjátok a saját tapasztalataitok alapján, hogy erről a metaforáról le kell mondanunk, mert a média legalább akkora értelemben valóság, vagy olyan értelemben valóság, hogy például a valóság az. Tehát nem egyszerűen csak tükörként viszonyulunk hozzá, hanem mondjuk erőforrásként is kell hozzá viszonyulnunk, vagy elsősorban aként kell az erő viszonyulnunk. És ugye az előbb a gondolatot ott hagytam abba, hogy a hegemon intézményrendszerek azt a képet sugallták, hogy egy típusú jelentés közvetítődik, és ezt a társadalom majd fogja. Na most, amikor diversifikálódik a média, és sok közösség sokféleképpen használ médiumokat, akár egy üzenetet is sokféleképpen értelmeznek,
Ez azt jelenti, hogy ezeket a csoportokat különbözőképpen kell kezelnünk, és először egy kutatást kell akkor ezek szerint eszközölnünk, hogy hogyan értelmezik a médiát, és hogyan használják a médiát ezek a csoportok. Legfőképpen mondjuk kisebbségi csoportok, azért hangsúlyozom ezt a szót, mert ugye azért azt mondtam, hogy a domináns társadalom az, akinek a kezében van mondjuk a domináns média és a domináns kultúra, de kiderül, hogy sokkal többről van szó egy társadalom felépítésében, mint mondjuk pusztán a domináns vagy hegemón intézményeknek a működéséről. Tehát mi kutatásunk is arra irányul, konkrétan ugye Magyarország legnagyobb kisebbségének, a romáknak a média használatára, hogy megpróbáljunk egy kisebbségi közösség, illetve egy kisebbségi közösség nagyon sok közösségének a média használatát feltérképezni. És amit odaírtam definíció szerűen, azt talán lehet, hogy számotokra, vagy biztosan nem új számotokra sem, de hogy mondjuk a média antropológiához azt tudnám így elsőre társítani, hogy hogyan kell a látási viszonyokat újra rendezni. Vagyis amikor elkezdjük kutatni az egyes kisebbségi közösségeket, hogy hogyan használnak médiát, akkor nyilvánvalóan abban a pillanatban ők látszani is kezdenek. És az ő általuk termelt képek is látszani kezdenek. Ilyen formán nem lesz hegemon, illetve nem lesz homogén, inkább ezt a szót használom, nem lesz homogén az a médiakép, ami egy társadalmat jellemez. Gyorsan néhány tény. Itt vannak ők, akik részt vesznek a kutatásban. Nem sorolom föl, gyorsan el tudjátok őket olvasni. Ott van zárójelben, hogy milyen szakról érkeztek. 8-an vannak. A kutatás vezetője én vagyok, de demokratikus közösségről van szó, tehát mindannyiunk szava egyet ér, és most tényleg nem hazudok. Itt láthattok 8 képet, egy emberről nem találtam képet sehol. Ő a Fejdelt Magdó. Még írtam oda azt, hogy ez egy negatív példa. Egyikőjüket sem kérdezte meg arról, hogy használhatom-e a Facebook képüket. És szerintem ez egy alapvető probléma. Ezzel a negatív példával szeretnék, mint egy illusztráció szerint rávilágítani arra, hogy mi történik, amikor jelen esetben ugye egy hegemon szerepben lévő vezető a tagok megkérdezése nélkül, tehát mondjuk én vagyok a kormány, vagy mondjuk bármi, akinek mondjuk szava van valamiben, és a tagok megkérdezése nélkül visszaél az ő képükkel, konkrétan leraboltam az arcukat. Azért történt ez, mert először próbáltam gondolkodni, hogy csináltunk-e magunkról közös fotót, és megdöbbenésemre fél éve eltelt, és még nem fotózkodtunk együtt. Tehát, hogy még azt sem jutott eszembe, hogy egy nem tudom, hogy mondják ezt, tehát ilyen selfie-t csináljunk magunkról, hogy 9 napot ülünk. Ezért kellett rabolnom képeket, tehát egyszerre mutatom be a kutatócsoportot, és ugyanakkor azt is illusztrálom, hogy mit nem szabad csinálni a másik képével. A médiaantropológiai kutatás tulajdonképpen azt is vizsgálja, hogy egy hegemon helyzetben lévő csoport hogyan használja a kisebbségeknek a képeit, hogyan él vissza a kisebbségek képeivel. Tehát senki nem mondta, hogy szeretne egy közös dián szerepelni a közülük, bár szerintem igazából barátok vagyunk, és biztos azt mondták volna, hogy szeretnének, de hát most ez egy ilyen gondolat részemről, és nincs hozzá bizonyítékom. Wagner Sára, Flóra, Wunder Dóri, Nánhely Attila, én vagyok. Ott a Major Réka van a jobb oldalon, ott van Vajna Melinda, és ott pedig Palamátyás, és Fejdelt Magdó pedig hiányzik. Hát itt írom le röviden ezen a dián, hogy még nem csináltunk közös képet, már pedig egy közös kép azt jelenti, hogy közösséget alkotnak az emberek, egy arcnak, mint résznek, résztvevőnek az átadása. Tehát egy közösségben közös fotón szereplő ember átadja az arcát, átnyújtja tulajdonképpen. És a közös képet ezzel aláírja, és a saját képét átengedi a közösségnek. Tehát ez egy ilyen szerződés, egy ki nem mondott szerződés, egy közös kép. Na most az előbbi nem az volt ugye láthatóan, és le is írtam, hogy miért mi történt, hogy miért van hiány, és tulajdonképpen ő járt jól, aki nem szerepel az interneten. Nézzük meg, hogy van ez mondjuk a roma reprezentáció ügyében. Igaz-e az, hogy egy közös kép, az mindenképpen közösséget, az adott illető közösségét jelenti, illetve egyetértését jelenti abban, hogy őket lefotózhatják. Amit most láttok, a jobb oldali az egy úgynevezett trófea, bocsánat, a bal oldali egy úgynevezett trófea kép, a második világháborúban deportált romák egy részét ábrázolja, akiket Magyarországról vittek el vonattal, és közülük egy érte túl, ismereteim szerint méghozzá az a kisfiú, aki az új mutat a képben, ő,
és nyilvánvalóan ez a család egy közösség, de azzal nem értett egyet, hogy őket a magyar csendőrök lefotózzák. Láthatóan a szerződés, láthatóan ez egy olyan közösség volt egyébként, amin az áldozat és az elkövető egyképen szerepelt, csak éppen azért nem látjátok, mert a trófea fotóról a későbbi megtorlástól félve levágta magát a csendőr. Tehát az a csendőr, aki szerepelt ezen a képen, ugye trófeaképként magával vitte ezt a családi képet haza egy albumba, ő levágta magát, és csak a Szuronya hegye látszik, ezt most nem látjátok teljesen jól. Minden esetre azt az izgalmas történetet, amely Varga Ágata Porrajmosz, vagyis Cigány holokauszt című filmjében erről a képről szerepel, azt most ki, nem, arról most nem értesültök az idő rövidsége miatt, az a lényeg, hogy kalandos úton módon ez a kisfiúhoz, aki ott van most a jobb oldalon, most már öreg bácsiként, visszakerült a kép, ő visszavette ezt a képet, és tulajdonképpen az egyetlen családi fotó, ami megmaradt számára, vagyis ami létezik számára a saját családjáról. Tehát nincs másik családi fotója, csak ez a trófeakép. Szóval ebben szerintem nagyjából a magyar 20. századot lehetne egy kicsit így eszencializálni, vagyis belesűríteni. És ez az ember beszél arról, Balogh Jánosnak hívják, hogy hogyan szerezte vissza a képet. Na most, ami miatt ezt a szót ott használom, valamit idézőjelbe teszem, hogy visszalő, ez a shooting back, ez a média antropológiának egy alapvető terminusa, arra vonatkozik, hogy hogyan próbál meg a kisebbségben lévő közösség a média használaton keresztül újra uralmat szerezni a saját identitása, a saját képe fölött. Tehát nagyjából kicsiben azt láthatjuk itt Balogh János történetében, ahogy egyébként a kisebbségi közösségek szeretnének újra az identitásuk felett kontrollt, vagyis ellenőrzést gyakorolni. Ő most ezt megtette, visszavette attól az egykori csendőrtől ezt a képet, újból ő birtokolja azt a képet, ami eredetileg is hozzátartozott, csak éppen kisajátították, elrabolták tőle. Tehát nagyjából a kutatásunk ezeket a visszalövéseket próbálná meg lekövetni, azokat a történeteket próbáljuk felkutatni, és archiválni azokkal az emberekkel, akkor interjúkat csinálni, amelyek ezeket az identitás visszafoglalásokat, vagy képvisszavételeket, jogos képvisszavételeket hangsúlyozom, gyakorolták az elmúlt mondjuk 20 évben Magyarországon, és velük akarunk majd, vagy őket szeretnénk majd tanulmányozni, ezeket a közösségeket. Nagyon fontos még, hogy ki kell egészíteni ezt az egész történetet azzal, hogy a média antropológia klasszikusan az a típusú tudományterület, ami azzal szembesül, hogy a kutató objektív tudományosság és aktivizmusnak a határán áll. Tehát számtalan tanulmányt olvasni arról, hogy a kutató belecsúszik abba, hogy hirtelen ő maga is a közösség részévé válik, amit kutat, és elkezdi őket képviselni, elkezdi kijárni az ő törvényes igényeiket, képviseli őket. És nem mondom, hogy nem lehet ezt csinálni, csak egy érdekes ambivalencia feszíti ezt az egész dolgot, mondom még egyszer, tehát a tudományos objektivitás és a dologba való aktivista belecsúszásnak az ambivalenciája. Erre föl vagyunk készülve, de egyáltalán nem lehet ez ilyesmire fölkészülni. Tehát kit hogyan ragad meg a saját kutatási területe és szippant magába, ez előre elég nehezen kiszámítható. Itt láthatók a kutatási területek, közszolgálati műsorokat fogunk kutatni, és az ő szerkesztőiket, és az ő témáikat a 90-es évekből, fotóról és aktivizmusról lehet majd kutatni, roma nők a médiában. Mindenhol van egy név és egy kezdeményezés, amely a kutatástárgyát is képezi. Érzékenyítés és filmterjesztés, posztkoloniális képi ellenállás, kampányfilmek és azoknak csapdái, tehát mindig kiderül, számtalanszor kiderül, hogy a jó akarat bele tud sétálni eszencializáló, sztereotipizáló képekbe és csapdákba. Lesz szó a Bagi telepről, a Makói videóműhelyről, Almási Tamás Tititát című filméről, ami klasszikusan nem ebbe a körbe tartozik, tehát ott nem egy kisebbségi szereplő beszél, de mégiscsak beszél ő is egy mainstream magyarországi dokumentumfilmes munkájában. Ez lesz majd az érdekes, hogy ez milyen arányban van, és aztán a Jukadorocz Jánosnak a filmjei. Utolsó dolog, amivel kezdtem, konferencia szeptemberben, szeretettel várlak benneteket, csomó érdekes dolog fog elhangzani, már most ígérhetem. Köszönöm szépen a figyelmet!